Szeretettel üdvözlök mindenkit a Crash Bandicoot Insane Trilogy Insane Trilogy lenne egyébként a helyes kiejtés szerintem, szóval, hogy az első részében nagyon kíváncsian vártam már ezt a játékot, hogy hogyan sikerült felújítani. Azt hiszem, hogy a múltkor belenéztem egy pár pillanatra, és azt láttam, hogy hát ahhoz képest, hogy ez milyen volt régen, ahhoz képest ez nagyon, nagyon komolyan fel lett újítva, és nagyon szép, szép is lett. Nem PS5-ről játszik, hanem PS4-ről, hát a PS... A smashing blast from the past. Egy hatalmas robbanás a múltból, igen, szóval hogy egy hogy sokkal jobb a kontrollere a PS4-nek. It's Crash Bandicoot. Na hát így nézett ki régen ő, ugye? És az már a felújított verziója. Menőség! Tetszeni fog szerintem nektek is a végigjátszás. Nem tudom még, hogy ezt a játékot úgy érdemesen játszani, hogy kimaxolod, vagy csak egyszerűen teljesítve érdemes. A kimaxolás, a platinázás, azt tudom, hogy iszonyatosan kemény. Az Insane Trilogy-ban... Itt van mind a három rész egymás után. Mi pedig egy újat indítunk. Mert mondom, a múltkor belnéztem, az első pályát megcsináltam, de nagyon-nagyon rövid pályák vannak benne úgy egyébként. Mai szemmel nézve már legalábbis. Nem is ismerem a sztoriát amúgy. Nem is tudom, hogy volt-e ezeknek sztoria annak idején még. Nagyon-nagyon régi játékokról beszélünk felújítva. Moron! This bandicoot will be my general. He will lead my Cortex commandos to world domination. Micsoda? Hogy minket akar kommandóinak élére állítani, és átalakít minket, és azt szeretné, hogyha a világuralomra általunk törhetne. Gyorsan befelé a vortexbe. De hát nincs ötletünk, hogy mit fog csinálni. Aha. Udarc. Nem fogadta be a gép. Fogjátok meg, ordítják és... Ó, most a hölgyet fogják előkészíteni. Gondolom, hogy az Crashnek a barátnője lehet, ugye? Három akku maszk, hol leszel sebezhetetlen. Aha, és ez így kezdődött el annak idején. Iszonyatosan komoly retrózás. Hát nem tudom, de olyan nosztalgia faktor jön elő az emberből. Oké, szóval így szeded össze ezeket maximálisan, ugye? Ez itt egy életpont. Hogyha szétforgószerezed, akkor szerintem szétküldöd a benne lévő almákat is. Tehát, hogy ezt a ládát gondolom, hogy így kellett kinyitni. Keresse egy mókus, egy patkány, mennyit vagy mi? Hát ez bizony egy bandicoot, nézz utána, én sem tudom megmondani, hogy milyen állat lehet. Nagyon szép a grafika, PS4-en is teljesen rendben van. És ezért is voltam úgy vele, hogy mi a francnak játszanék PS5-ön, hogyha szenvednék az irányítástól, mert nagyon nagy a kontrollere. Ó, ez lehet, hogy hülye ötlet volt, hogy a láda mögötte szét lett dikházva. Oké, meg ezek is itt mindannyian. Ott van élet. És akkor emlékeim szerint össze kellett szedni az összes ilyen bigyulát, és ezeket a vasládákat nem lehetne szétszedni? Ó, várj, itt ki lehet ugrani jobbra? Nem. Egy csomó-csomó titkos dolog van, az összes pályán van egy titok legalább, azt hiszem. Milyen állat a bandicoot? Hát látom, hogy a Wikipédián nézegetitek közben őket. Ez egy checkpoint láda. Jobbra nem lehet menni. És balra sem, fordítva, mindegy. Ó, most sebezhetetlenek vagyunk. Wow! És ez meddig tart? Haver, leugrottál! Azta! Hát ezt nem így képzeltem el. PS5-en tudsz PS4 kontrollert használni, nem? Amikor ez kijött, akkor volt vele egy ilyen hülyeség. Valamiért nem lehetett, nem tudom, hogy miért nem. Vagy lehet, hogy az volt a problémám, hogy nem akartam
hozzá kötni, mert hogy a PS4-hez van kötve, és akkor nem akartam, hogy állandóan ott árasztatni kelljen őket. Meg azért az is egy szempont, hogy már van mind a kettő konzolból, akkor mind a kettőt használjuk. PS5-ről játszik most a Jedi Survivor-t, és erről pedig a Crash-t. Meg a Tales of Iron. De hát azért ezen a konzolon lement egy Horizon Zero Dawn, meg ne felejtsük el a God of War 2018-át, és hogy egyébként, ez valami nehéz helynek néz ki, egyébként pedig még egy RDR 2 is teljesen értelmesen futott rajta. Most akkor ezen kell átmenni. És ezt itt törve? Egy ott maradt sajna. Jó, ez kettő életet rejtett, ez tök menő, csak kár, hogy egy ládát elhagytam, ugye? Most megölt? Mi? Megsebzett? Érdekes. Aha, és akkor három láda maradt ki összesen. Az nem is annyira vészes, nem? És beállsz ide, és ez a pálya vége. Tehát ilyen gyorsan végig lehet menni a pályákon. Három doboz, és mindegyiket a fejünkre ejtik utána. De ez mennyire izé, ilyen. De ez egy csicska, és így átvágják az összes dobozt. Save and load. Szévelek egyet, persze. PS5 akkor engedi a duálisok PS4 kontrollert, hogy a PS5-en PS4-es verzióval akarsz játszani. Oké, köszönöm Krizsi, szevasz, jó estét kívánok! Tehát, hogyha ezt az Insane Trilogy-t leszedett PS5-re, akkor honnan tudja, hogy PS4-es vagy PS5-ös? Ez 30 darab alma már is. És a TNT az nem robban instant, ugye? Tehát az csak így ráállsz és... Aha. Jó, gondolom, hogy a TNT láda is olyan láda lesz, amit... Na hát egy mókus pockány. Ennyire minden. Itt folyamatosan jönnek? Krizsi, köszi szépen a követést, üdvít nálunk a vészkórusban, ne felejtsd el elmondatunkat, hogyha nagy szarba kerülnél, csak énekelj hangosan. Mit kezdtem el mondani? És ezek ilyenkor lesétálnak. És aztán előmásznak szembe. Aha. És azzal a virággal mit csinálsz? Ez hülye. Hát ez veszélyes. Ja jó, hát ezt is meg lehet üdögetni, nincs itt baj. Ez egy kérdőjeles láda. Ó, az a csajnak valami, az nem tudjuk micsoda. Az a mókus pockány el lett intézve, itt a következő. Nagyon szépen van megcsinálva a játék, komolyan mondom. Ez a felújítás, ez rendkívül jó lett szerintem. Hogy mászol fel ennek a tetejére? Azek sehogy, ugye? A virágoknak célszerű becsúszni. Köszönöm a tippet. Ez a második pálya, és gyerekkoromban játszottam utoljára, úgyhogy kérlek azért ne spoilerezzel mindent. Hadd legyen nekem élmény felfedezni és rájönni a játékra, mert tudom, hogy mindenki platinázta és mindenki mindent tud vele kapcsolatosan, de én még sajna nem. Például azt sem tudtam, hogy van becsúszásunk. Melyik gombbal? Megtartotta eredeti magát, mert nagyon idegesítő. Nem is idegesítő. Van sprint gombom? Most gondolkozom, hogy mit nyomhatnék. De a körrel nem csúszik be. Most még nem. Na, ugye? És ezt hogyan lehetett volna rendesen összetörni itt? Eddig jól néz ki. És akkor valamit meg kellett volna szereznem, hogy ez itt egy ilyen platformá váljon. Szerintem valami kellett volna, amit valahogy nem fedeztünk fel. De még lehet, hogy nem tudom, végigmegyünk a... Hát ilyenünk van, ez is kettő. És akkor, hogyha megvan mind azt a... Na jó, itt sokan vannak. Hát de hagyjad már, hát ezek rengetegen vannak. Jó, meg kell szerintem találni a lánynak a bigyulájából hármat. Hát ez nem néz ki jól. Ez fájni fog, ugye? Igen, ez fájt.
és az élet tönkrement, ami benne volt. És ezt hogy szedhettem volna ki abból? Na hát itt aztán sok kérdésem lesz. És oda fel lehet ugrani? Nem. De nagyon királyok ezek a pályák, hogy ilyen vezetett minden, és nem kell nagyon gondolkodni, hogy hova ugorj, látszólag persze, dehogy nem. Megvan a 3x3 a lánynak a pályája. Szia Geribrit, hogy vagy, mi a helyzet? Akkor ez most már is egy bónusz pálya. És ez nem időre megy, itt csak annyi van, hogy 5 darab ládára van szükségem, aha. Nem kell gondolkodni, erre emlékezni fogunk, oké. És akkor itt van a lány, meg van minden ládája, de valaki elrabolja őt tőlünk. Hogy hívják a professzort? '97, azt mondja, hogy maszkom az nincs, de van életpontunk, amit innen szereztünk. Hú, barátom. Itt azért nem az, hogy lendülete van a karakternek, hanem valamiért annyira nem mindig egyszerű az ugrándozás, hogy hova fogsz landolni. 40x43, megint 3 láda maradt ki, jaj. Szóval szerint mi a helyzet? Most kezdtünk el játszani ezzel a játékkal, amit tudom, hogy te platináztál, és méghozzá hónapokba tellett neked a platina hozzá. Tényleg ennyire kemény, mint amennyire mondják. Én direkt PS4-en játszom, a kontroller sokkal kényelmesebb. Far Cry 4, meg egy apró Fortika. És a Far Cry 4 szerinted a 3-hoz viszonyítva milyen lett? Én mindig, én ahogy kipróbáltam, az eleje annyira nem volt jó, és így inkább úgy maradt meg bennem, hogy hát azért a 3 nekem jobban tetszett. Neked hogy tetszik? Megvan a 11. életpontunk. Az a trilógia annyira nem volt húzós, a Crash 4 önmagában 8 hónapon keresztül, mert Jézusom, az nagyon HC. De Amon is platinázta, ő is egy igazi vadállat. Ez hülye ötlet volt erre így rávetődni, ugye? Mint a maszkomról. És mostantól ezen át kell menni, mint egy... Aha, értem. Az milyen állat? Az egy majom. Humotosan legyünk, mert ki tudja, hogy melyik mit csinál. 1, 2, 3... Hol a két alma? Ott van. Két almás. Volt ilyen vízipipa dohány régen. Ah, még a mai napig biztosan van. Aha, tehát ezt, hogyha megütöd, akkor átalakul platformá. Jó, itt almagyűjtögetés, mászkálás, checkpointozás. Ez biztos, hogy a technős lehetne okosabban is kiírtani, mert emlékeim szerint ez megfordul a hátára, így, ugye? És akkor... Ó, igen, burgonya, mehet. De miért mondja mindig azt, hogy burgonya? Hú, haver, ezek érdekes. Aha, vigyázzunk. És erre miért nem tudsz felugrani? Erre van valami magasabb ugrás? PTSD, ne tovább ezt nézi, imádtam minden percét, de ez egy jó játék. Lehet, hogy a kérdőjeles kell megütnöd így, és akkor... szerintem ez lehet. Ó, barátom, ez megütött. Mit csinálsz? Aha, azt a mindenit. Jó, és akkor mellé kell ugrani, látom már. Ez csúszik? Igen. Hát itt adnak nekünk egy életet, hallod, hogy... Mert ez állítólag nehéz lesz. Jó, néhány almát felveszünk innen, és akkor itt meg nehezen mész előre. Aha, megakadályozza a lendületedet. Érdekes. Jó. Kicsi az ugrás? Majdnem. Jézusom. Azt a minden... És meg tűz is van. Hát én ezt megvárom. Itt van a lánynak a harmadik vigyulája, igen. Menjünk tovább erre, akkor nézzük meg ezt a bónuszpont pályát. Mert ezt a játékot jó ég mennyit nyomtam PS-en, ugye? Hát én is még annak idén keresztapám PS-ével. Így. És akkor ezt is össze kell rondítanod? 1, 2, 3, jó. 9x11, és ott van még 2 élet. Jó, ez egész jól sikerült. És azért kapsz valamit, vagy...
Vagy csak a végén számolódik bele a 38-ba. Hoppá! Vigyázzunk azért ma. Ez a pálya vége? Hát de hol hagytam el ennyi dobozt? Vagy micsoda? De dobozt. Hát ezt nem is értem. 8 darab kimaradt. És mi van itt balra? Mehetünk volna balról is. Lemaradt egy alma. Igen, de az nem baj, nem? 8 darab ládát vernek a fejemhez. Hivatalos válasz szerint a maszk, Aku azt mondja, hogy ruda baga. Nem jelent semmit, véletlenül rögzítették a hangpróbák között, és ez maradt a végleges, az igen. Hányat írtunk akkor? 96-ot? 5-öt? Nem tudom, hogy mikor jön a játék. Engedjétek meg, hogy töltsek magamnak egy pohár vizet. És már is folytatjuk a level 3-mal. Már a 4-jel? Ez a 4. pont, de szerintem a level 3, nem? Szuper gyorsan haladunk a pályákon végig. Mennyi lehet ennek a végigjátszása? Valaki előtt nincs ott a How Long To Beat? Jaj, ne, ez a izé pálya volt, ami benne volt az Uncharted-ben, ugye? Hogy itt fog jönni a bull, igen, ott van fölöttem. Hát akkor szaladjunk. Jézusom. Na jó, ez kemény. Az egy életpont. Várjál, itt megint jön. Jó, az élet az még azért jól jön, hogyha jön. Hopp. Hopp, mi ez az FPS drop, kérem? Azt a mindenit. Eddig jók vagyunk, eddig nincs semmi baj. Mindenféle akadályokat állítanak utunkba. És az átmegy mindenem. Jó, ezeket szétverhettem volna, nem kellett volna dickházni, de nem baj. Oh, azt a mindenit. És ez végig jön azon is? Igen, végig jön. Haver. Ez intenzív. Követik el az almákat, gyerünk. Pedig jó. Az almáért is jár valami bónusz, vagy csak a izé miatt? A ládák felszedéséért. Á, gyémánt. A gyémánt az mit jelent? Tökéletes. 100 alma egy élet. Igen, igen, az lejött. Jó, 9%-on vagyunk kész. Az első rész 96-os. Végig játszani a pályákat kb. 8 óra. 100%-on kb. 15. Aha. Hát azért 15 óra, vagyis hogy 100%-on lehet, hogy nem fogjuk, mert azért ott van az egész trilógia előttünk. Sőt, mind a 4 rész előttünk áll, ugye. És merre mész? Hátra vagy előre? Előre. Csak felveszed a burgonyát. Hát, ezzel a játékon nagyon sok időt eltöltöttünk, ja. És erre a pályára már abszolút nem emlékszem. És ez ide-oda megy? Aha. És be is pörget bennünket, aha. Ez nem merül el? Nem úgy tűnik, mint amilyen akar merülni. Na, ma Nintendozunk, PS-ezünk, mindent is csinálunk. Kis este azért ez a mai is. A Zelda azért én úgy érzékelem, hogy nagyon nagy potenciált tartogat még magában. Majd, ha odaérünk persze, hogy most már elengedik a kezünket itt a tutoriál végén. Ez mi lesz? Oké, okay, megvan. Nem szabadott ott vagyis hogy hát megakadt az ember egy pillanatra, hogy most akkor mész vagy nem mész a húsevő virág bendőjébe. Szevasztok, üvjék, köszönöm szépen a rédet. Mi a helyzet? Hogy vagytok? Hogy ment a mai játék? Remélem, hogy jól szórakoztatok. 1, 2, 3, 4, 5. És ez a halakat zabálná? Ha, tehát ez itt időre megy. Jó, következő. És itt mik ezek a platformok? Ezeket még nem jöttem rá, hogy hogyan kell aktiválnod. De ott valami van alul. Ez egyértelmű. Lehet, hogy a pályát újra kell játszani, és akkor jelennek meg. Ja, lehet, hogy szimplán csak újra kell belépni a pályára. Megvan megint a bónusz level. Későbbi pálya teljesítése után újra kell játszani. Jaj, gondoltam, aha. Értem már, köszönöm. 2. Ez nem lesz jó, ugye? Igen, ez szar volt.
Bár még így is meg lehet. Kettő, jó. Jó, vissza, ajjajjaj. Haver. Kettő, három. Ilyenkor hátralök egy kicsit, jól érzem. Oké, meg vagyunk. Jó, hát kettő élet, 22 láda. És hány életünk van vajon most? Meghaltunk már? Ja, egyszer leestünk az elején, aha. Ott volt a izé, pont ide csak átsétálunk. De rohadt jó zené is vannak meg. Ez éppen szerencsés volt. Meg szerintem a pályák nagyon-nagyon látványosak lettek ahhoz képest, hogy ez milyen volt régen. Az Uncharted-nak valamelyik részében, talán a 3-ban volt az, hogy leülnek és játszanak a PS1-es verzióval. A 4-ben? A 4-ben. Milyen jó játék volt, majd annak is újra kell játszanunk. Aha, a 4-ben. Tehát, vagyis, hogy elő kell vennünk majd a spin-offját. Valamiért úgy emlékszem, mint hogyha a játék kapott volna egy PS5-ös update-et. Az igaz? Az Uncharted? Ez mi? Apu, papu. Á? Ilyenkor elfárad? Haver. Hogy tudod megütni? Ja, rá kell ugrani. Jó, értem. Kilóg a segged, kis barátom. Azt a mindenit. Spin-off kapott csak? Tényleg? Hogy lehet az, hogy a 4 nem? Apu, papu. Kirogott a hátsó kisbarátom. Ez volt az egyszerű, a level 1-es boss. Papu, pap. Elnyert trófea. Puzzle kirakás, Lego kirakás. Na, de jól hangzik. De, várjál, nem művészkedés volt? Az art setup-val? Coco Time Machine-je? Vagy a Rolling Stones? Mi ez a Coco Time Machine? Hogy csatlakozni szeretnék Coco kalandjaihoz? Aha! Sokan szeretik a Coco-t. És akkor szweppelni kell R2-vel? Mi a fene? És akkor bele is játszhatod a játékot, és ez nagyon érdekes. Én azért rámentenék. Láttátok azt a memory cardot? Ja, most betölti újra ugyanazt, ahol járunk. Az egy ilyen régi PS-es memory card, amit azt hiszem a controller fölé kellett bedugni. A Trilogy-ban elérhető Coco már az első részben is Just for Fun. Ja, értem. Hát kipróbáljuk egyszer, miért ne alapon. A Rolling Stones című pályán. A Witcher 3 az egy csodálatos játék, biztos vagyok benne, hogy nagyon jól fogtok szórakozni. Ez gyorsabban pörög, vagy máshogy, nem? Jó szórakozást kívánok neked a végigjátszáshoz majd. Hát... És a saját cuccát kapja meg, aha. Meg a burgonyáját, jó. Mert kíváncsi vagyok, hogy mikor jönnek azok az igazi, megizzasztó pályák majd, amikor azt mondjuk, hogy ó, találtam valami más kobakot is, láttad? Ez valami elrejtett dolog volt. Dolgok, amire azt mondja az ember, hogy na jó, ezt már nem kellett volna azért. Ez már sok nekem is. Szerisz, nálad mikor jött el ez a pont? De meg Mart, láttad? És most akkor meg fogok halni, hogyha azt ki akarom szedni onnan. Hivatalosan semmi nincs közötti különbség, nekem a karakter dimenziói miatt könnyebb volt érezni a mozgását a hugicával. Más egy kicsit, igen. Más, és a pörgése is, mint hogyha gyorsabban végbe menne egy 10 másodperccel. Most az jó kérdés, hogy ilyenkor ez hogy ütött ki onnan. Mert ez leesik, vagy... Tehát így odamész, visszamész, vagy... Ezt hogy szedik ki ebből? Ja? Így? Nem, ez elpusztítja, ez nem jó. Még nem jöttem rá, hogy ott mit kell csinálni. Ott lyuk van! Ez szemét!
Hát azt ne... Jó, az nem látszódott. Hát elveszítettem egy életpontomat. Ez igen. Az komoly. Akkor még egyszer. Az nem lesz jó. És maradt ott valami? Nem, ez mindenképpen szétszed mindent ez alapján. Szia, jó pihenést, köszi, hogy jöttél. No holds barred. Ez mit akar jelenteni vajon? Az... Jó, igen, most meg... Később vettem észre, hogy mozog a platform. Hallod? Hát ez itt nehezebb már, egy fokkal azért. Főleg maszk nélkül. Tehát ezt hibátlanul csinálod, vagy sehogy nem csinálod meg. Itt lehetett le... Shit, lelépni oda. És akkor itt meg okosan megjátszva, most mész, ez az. Megvan a csajci második bigyulája. És... Hát szerintem most kéne mennem, ugye? Igen. Mákos volt, de meglett. És ezen pedig a harmadik lesz, ha jól gondolom. Nem, ez csak alma. Őrület. Most oda, és most ide. Az pedig szétdikházott. Jaj, ne, szét... Jaj, de jó, megvan a izé viszont. Aha, látom már a problémát, hogy ezt viszont innen nem tudod kiütni, ha gondolom. Hát maximum így, de így meg szétmegy az összes alma belőle. Ezt okosan meg kellett majd... Szét fog esni? Ó, ne, szét fog esni! Ó, azt a mindenit. Na, mi lesz, hogyha game over lesz? A sárga az szétesik alattad. Ott nem időzhetünk sokáig majd. Az almák még visszaadhatnak némi életet. Kokóval öltél öt ellenfelet? Ne, nyomjad nyugodtan, persze. Egyik kedvenced. Hát érthető, persze, te nagy PlayStation arc vagy aztán. Ilyenkor nincsenek nagy meglepetések, hiszen az egyik tényleg ikonikus PlayStation játékról, gyerekkorunk egyik legnagyobbjáról van szó. Ezt még én is játszottam, pedig nekem Nintendo-m volt. Most legalább bepótoljuk azt, ami itt elment. Hú, az a sárga, az baj. Az baj. Így. És megvan a 3x3-as. Mint Medgyesi Péter annak idején. 21x21 életpontok száma 0. Ezt úgy kéne, hogy... Ezt már is elrontottam. Oké. Eddig jók vagyunk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. És most bentről ugorj. Az egy életpont, várjál már. Na azért. Szóval bentről. És meg is vagyunk, de nem kaptunk elég életet csajna. Most elvitték a csajt, akivel vagyok? Hát ez ilyen, amikor a téridő kontinuumban találkozol saját magaddal. Aha. Ez nem fog összedőlni, úgyhogy megállhatunk. A sárga viszont. De várjad, hogy ugrasz át, hogyha nincs ott egy platform. Ja jó, átugrik ez. Nincs itt gond. Az a, annak a feje. Aha, lett volna valahol még egy, és akkor ez egy extra ilyen boss pálya. Vagy bónusz pálya. Hát itt nagyon sok láda kimaradt. Azt a... Hogyan sikerült ennyit elmisszelni? Megy már rengeteg. 26 darab hiányzik. És végig verik a lányon az összeset? Felrobbantak? Jaj, tényleg. Akit ilyenkor próbálsz megmenteni, az Tavna. Tóna, hogy ejtik? Crash barátnője Kokónak a húga. Aha! 26 boxes. Az komoly. Az elment. De várjatok, hát mégiscsak Crash Bandicoot. Megnéztünk egy pályát a hölgyel. Nézzük a többit, azért mégiscsak főhősünkkel Crash-sel. Aki Bandicoot, egy furcsa állat. Csak itt nálunk a teachpertv.mókáson. És ennek felfog már... Felmászik a hátára.
Jó, ezek szerint nem tudok négyzetet nyomogatni. De várj, nem is tud annyira könnyen sávot váltani. Haszta mindeni. Az élet az legalább jól jön. Aha, jó, értem. Tehát csak jobbra-balra kell nyomnod, előre nem. És ennek neki megy. És ott felkenődik. Egyik kedvenc pályád az egyben? Ez neccesnek tűnik. De hogy csináld azt? Nem értem. Ezeknek nem szabad neki mennem? Hát akkor menjünk jobbra, igen, balra. Ez felugraszt, oké. Okay. Ez hülye. Jaj, ne már! De legalább egy életet kaptunk így innen. Aztán levonódik persze az egy extrákkal. Jó, most ez jobbra, balra, jobbra, és balra. És egyenesen. Megvan, és tovább. Hát ez nem éppen egyszerű, de megoldjuk valahogy. És maradunk jobb oldalon, most balra. Jó, jó, megoldjuk, meg lesz ez jobbra gyorsan. Azt a rohadt. Hoppá, itt ugrani kell. Ez nagyon király pálya lett. Ez. Ne ugorj, te hülye. Szevasz, Italian, hogy vagy, mi a helyzet? Kösz a követést, üdít nálunk a vészkorúzban, ne felejtsd el a jelmondatunkat, ha nagy szarba kerülnél. Reméljük, hogy nem olasz vagy. Így, oké, okay. És most jobbra. Átment? Nem ment át, tehát nem szabad hozzáérned sem. Gyerekkorod játék a Crash, szia, jó estét kívánok! Sokan játszottunk vele nagyon gyerekkorunkban. Úgyhogy ez egy ilyen jeles alkalom, hogy most előkerült nálam a csatornán. Itt átjövünk alatta. Az a baj, a középsővel úgy láttam, hogy pont a felénél érkezünk meg, úgyhogy... Jó, megvan, megvan. Jó, a jobb oldal, és kész. És kettő láda nem lett meg. Jó, ezt a kettőt még azért be lehet vállalni. Ez gyors volt és intenzív. És arra ment rá, hogy veszítsük el az életpontokat, amiket eddig felfarmoltunk. Mert a következő pálya. 8 óra végig játszani, komolyan. Akkor ezek szerint másik szigetnek is kell benne lennie majd. Alrighty, és mehetünk fölfelé. Várj, ez... Hogy mész magasabbra? Ne csináld. Magasabbról kell ráugranod, vagy? Nem teljesen értem. Várjál, valahogy most fentebb ment. Hogy nyomva tartod. Értem. Tartsam az ugrást dobozokon. Igen, igen, igen. Most ezek egymás után állnak, így. Jó, az egy almára jó volt. Mi ez, majom? Aha. Jó, és jön megint a csúszós mechanika, a kedvencünk. Ne menjünk túl közel, álljunk meg a tűznél. Checkpoint. Ládákat ide nem is nagyon tettek be. De fel lehet mászni. Akkor fel is kell, hogy mászunk majd ennek a tetejéről, aha. Megvan a csajszínek a második ikonja. És akkor ide csak úgy tudsz felugrani, értem. Nem mondod, hogy időre megy. Aha, az komoly. Oké, megoldjuk, de... Hát de ilyenkor... Júli. Értem már a problematikáját, tehát hogy alulról kell gondolkoznod ezen. Jól van. Magasra törünk megint. De azokat hogy veszed fel? Csak kiugrasz és vissza, oké. Okay. Jobb checkpoint. Jobb teknőcök. Csináljuk úgy, hogy ráugorva ugorjunk el. Nem, inkább küldjük el. Eddig szuper, eddig jók vagyunk. Figyelj, még nem haltunk meg. Jó. A tűzre ráállhatsz akkor, amikor... Hát mindjárt leteszlem. Tehát ide.
Aha, értem már. Tehát, hogy ráugrasz, és akkor egyből lehet kisebb dobbantást szerválni általa. Ez a majom, ez szinte meg van veszve. Én ezt elaltatnám. Majd várj, ne! Barátom! Ebből baj lesz. Ez hülye. Hát ez egészen szerencsésnek tűnt. Aaaaaah! Nagyon távolról ugrani, nem szabad amúgy. Szevasz Bence, hogy vagy? Mi a helyzet? Hú, nem mondom. Nem mondom, elérkeztünk azokhoz a részekhez, amikor már meghalunk. Az elején nem volt azért az első, nem tudom, 5 pálya vészes. Na hát most már viszont azért megvannak a kihívások. És ez volt itt a következő része legrosszabb szerintem. Emiatt. Jó, megvan. Azt a mindenit. De az nagy az az ugrás volt egy kicsit. Jó. És ide hogy ugrottál volna fel? Hát csak így gondolom. Megvan a checkpoint. Kösz a klippen. De az a shieldes az a legrosszabb. Az nem tudom, hogy ezt kitaláltak ide. Én kirúgtam volna a fejlesztő csapatba egy pillanat alatt. Ez pokol! De ne rakjál már oda át. Miért csinálod ezt velem? És most, és tovább, és megvárod. És tovább, és ez mi? De az lesz a lényeg, hogy a fentieket szedjük elő belőle. És ez hol? Ez szerencsém múlik. És ezen rajta állsz? Na nehogy már engem is elintézzen, hát de ugrottam. Mekkora kamu ez, láttad? Szerintem az hazugság volt. Pillanat alatt sikerült kiolvasnom a kamu réteget belőle. Azt a mekkora ugrás ez. Na még egyszer. Így, megvárod. Ez nagyon rossz ez a rész. Hát itt mit tudnád csinálni amúgy? Itt menni kell. Ah, ja Istenem, nagyon szar volt! Már éreztem, hogy rám robban. Ah, jó, megvan a lány. De menjünk ki. Hajrá, jó zuhanyzást! És volt egy életpont felül. És ez szimplán ilyen ötös? Egy, kettő... Fuck! Na még egyszer, azt hiszem, hogy leestem, bocsánat. De most már nem fogja odaadni a bónusz pályán belüli cuccokat, ugye? Érdekes, de megadja. Egy, kettő, három. Szia! Keres barátnőjét, megint lenyúlta valami bajszos kopasz. Ezt ránézve, hogy egészen sértő lehet. Már látjuk a mechanikát, és most egy nagy ugrással. Hihetetlen alma farmolások, és kiszámolt, hogy merre álltál eddig. Most még távolabb mész, és aztán megint visszajössz, és most. Ez az. És már balra van egy maszk, figyula. Oké, okay, meg vagyunk. Fuck me. Kicsit fájt, de már jól vagyok. Mekkorát zuhantam úgy. Kicsit hasra estünk. Semmi baj. Szeretem ezeket a kis platforming játékokat, szerintem szórakoztatóak. Persze lehet, hogy nézni nem annyira, nem tudom. Mennyire kedvétek nézőként. Milyen ez a játék szerintetek? 10 per, hány pontot adnátok rá? Megint leestem. Azt a rohadt mindenit. Hát... ez jobban is mehetne amúgy. Várjál, várjál, gondold át. Gondold át, Crash. Gyerünk. Nem lesz belőle hosszú a végigjátszás, azért mégiscsak egy... összesen kb. 8 órát fogunk vele eltölteni. Aztán majd valamikor elő kell vennünk a Spyro következő részét. Ez egészen mák volt, hogy ide sikeresen érkeztünk vissza. Spyro 2 a trilógiából is műsorra fog kerülni, hiszen ígértem majd a folytatásokat.
Nem kedveled? Az igen. Nosztalgia faktor miatt, jaj. És csak nézni jó, nem játszani. Jaj, ne, azt ki kellett volna szednem, ugye? De buta vagyok, azt most elmisszed. Oké, és most ez hogy lesz? Kicsit agresszív, de megvolt. Egyszerre tüzelnek. Olyanok ezek, mint a macskák. Oké, megvan. Most gyorsan által. Jó, eddig tiszta. El tudok én olyan messzire ugrani? De majom, háj, de miért nem rúgtam szét, legalább... Na most. Szegény teknős. Ez azért igen szomorú volt neki. Így ahogy elnéztem, legalábbis nem élvezte annyira, amit csináltunk vele. Ez hülye ötlet volt, ezt megérdemeltem. Várjál, most felmaradt az alma. Azt hittem, hogy ilyenkor lenullázza. Jó. Egy ugrás. Egy, kettő, három. Nem is ért hozzá. Mekkora hitbox van? Hányas lábad van? 72-es? Biztos... Jaj! Ó! Oh. Hát... egyik halál után következik a másik, azt hiszem. Hát ezt nagyon kapjuk most. Pedig nem kellene. Ez még nem kellene, hogy nehéz legyen. Jó, nyugodtan, persze. Persze, ne, nem baj. Hát majdnem azt hittem, hogy mentettem a helyzeten, de nem. Igazából csak rontottam rajta. Na, teknős, segítsek kicsit, kell az az alma nagyon. Mert szarva vagyunk nélküle. Ez az. Így. Oké. Okay. Oké. Okay. És a győzelem. Most jön el hozzánk. Ez az. Megvárja. És most. Tizet is megvárod. Lehet, hogy a teknősről kéne tovább menni. Jó, megvan. Oké, okay, tökéletes. Kert a majom. Ott volt fent valami. Várjuk meg. Hát úgy érzem magam, mintha valami brutális szivatáson kellene végigmennem. Szerintem megjött az a rész. Várunk még egyet. Most. Jó, egész jól sikerült. Megvan. Kettő élet. Hát nagyon kellett mind a kettő. Úgy érzem, hogy ez most így kiárt nekünk ennyi szenvedés után. Jó. És mehet. Egy, kettő. Így gyorsan kell ugrani, nem szabad nyomva tartanod. Hú, haver. És most, és tovább. Ennek a majomnak szerintem valami bajom van, lehet, hogy viszket a hátsúlya. Mit csinál egy majom olyankor? Most, egy, kettő. Ne egyél meg! Ah, no! Hol van most az aku-aku maszk, vagy mi volt annak a neve? Hát, még jó is, hogy Ceris elment, hallod. Oh, azt a majdnem leestem. Jó, hogy ezt nem látja, hogy mit szenvedek. Ne, várj, jó! Erős, nagyon erős. És hogyha benyomsz egy game overt, akkor mi történik? Ez még a régi rendszer, amikor még életpontokra játszottál, ugye? Remélem, hogy nem törli a mentést amúgy. A hardcore mód. Eddig jó. Benő a zenéje is amúgy. Hát egy ugrás, és utána három rövid.
De még nem itt, ugye? Hanem itt ezután, aha. Jó, megvan, megvan, megvan. Most kellene egy jó checkpointolás. Szihetet volt. Szia Zoli, vagyis hogy szia Lilla, bocsánat. Hát itt vásítom, hogy kinek köszönök. Jó pihenés neked. Nézd, 4 darab életpont, de jó. Ez nagyon gazdag hely. Amit eddig elmisszeltem, azt most vissza is kap. Hoppá. Akkor előről. Jó, elvonták a figyelmünket az életpontokkal. Platformokról, amik ugye éppen visszaállóban vannak. Így, és tovább. Jó, az az egy alma már ott marad, mert nem érem el. Ez hülye ötlet volt. Nagyon hülye ötlet volt, jaj ne. Ó, barátom. Nehéz ezeket a tornyokat megmászni, azért ezt jól kitalálták, hogy csomóféle őrület van benne, hogy horizontálisan kell mozogni. Vaddisznóháton kell horizontálisan mozogni. 2, 3, 4 középre. Meg menekülned kell a izé elől. Ezeket még csak összeszedném. Jó, szerintem meg vagyunk, de 11 hiányzik. Ez nehéz pálya volt. Ez volt az első olyan komolyabb nagy kihívás, én úgy érzem legalábbis. Ja, mehet a következő. Nem tudom, hogy hány pályán vagyunk túl, mert szerintem számlálót nem raknak rájuk, de... Ez egy új sziget? Megérkeztem valamilyen csoda folytán egy új szigetre. De hogy jöttem át ide vajon? Up the creek. A creek az nem az S creek, a... Seg... Farpo fight között. De én nem csináltam még ezt a pályát. Vagy ismétlődő elemként vonultatják fel. Mi az a piranya? Ez kiugrik, hülye vagy? Oh, várjál, Crash! Ez mi? Ja, itt fel lehet mászni, csak lassan, aha. A piranya megeszi az almát? Ez csak a heréinkre akar rámenni alulról. Az a baj, nem nagyon látod, hogy mi van előtted. Ha itt át is lehet sétálni. Jó, következő, gyerünk, gyerünk. Lesz bónusz level. Az lelök? Ja, hogy ez nem így működik ez a maki, értem. Van egy checkpointunk. Átugrunk ide balra. Jobbra. Az jobbra, az a balra. Nem merek sokáig a leveleken áldogálni. Életpont. Gyerünk, gyerünk. Az alba meghozza a 26. életet. Ezek szerint nem is annyira nehéz. Se nem mondjuk könnyűnek nem mondanám kifogyni az életmondok számából. De hülye... Rosszul időzi. Mondom, nézd meg, nem mehetsz neki. Szörnyű. Lehet, hogy azonnal kell menned, mert olyankor könnyebben elérhető. Tehát ahogy meglátjuk, megyünk. Lehet, hogy a ládáról itt könnyebb lett volna, de nem baj, megoldjuk így. 2, igen. Most kellett volna menne! Ne! Most kellett volna mennie! Jaj, ne! Próbáljuk meg. Jó, oké, még megvan. És az a majom, aki is mennyire izé. Kipusztul, ez az. 1, 2, 3. Checkpoint. Jó, hallod. Azért nagyon intenzív figyelmet, megfullad. Hát nem tud úszni, hát milyen állat ez? Jó, intenzív figyelmet igénylő egy játék ez amúgy. Oké, mehetünk, de mit gurgulizál, gargalizál a izé? A cápa démon. Ide ki kell ugranom balra.
És miért visszafelé kaptam almát? Hogy ott balra lent, aha. Te miért? Nem értem. Hát ez hülye. Hát ezt miért rakta oda? Na itt semmit nem értek. Ennek semmi értelme nem volt, hogy ott lent vannak platformok. Lehet, hogy hátrafele kellett volna ugrálnom róla. Mert szerintem ez visszamenőlegesen. Hát tudom, hogy visszarakja az almát, tehát akkor hátra kéne, mert na mindegy. Ezt nem értem. Aztán az is lehet, hogy csak kettő van, amit össze kell szedned. És az a kettő ad neked valamit hozzá. Ez elmerül? Ez elmerül! Jaj! Igen, na most leteszteltük ezt is végre. Ráig hallom a gargalizációs kis elemeket. Sietünk, sietünk. Én vissza nem megyek, köszönöm, jó lesz ez így. Remélem, hogy az utunkban minden a helyére van állítva. Igen. Na ez hogy lesz? Na ez a levél, ez nem süllyed el. De az a hal, az nem jó. Jó, oké. Azt hittem, hogy fölöttem fogja nyomni. Hál' Istennek megvagyunk. A bónusszal. Így van. Néhány életpont kiesett. Na de hány ládát tesznek bele? Aha, ez érdekes. Csak így fel kéne mennem. Nem volt ez szar, csak másra lesz jó. Hát ezt nem innen kell megjátszani. Nagyon ügyes mikromozdulatokat igényel. Na még egyszer. Bekapcsol az elektromos gitár. Egy, kettő, egy, kettő, egy, szar, szar, rossz az egész. Ó, megvan! Ó, nem gondoltam volna, hogy olyan messzire elugrik. Na még egyszer, bocsánat. Vajon bónuszpályán elveszítesz valamint az életpontjaidból? Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, 6, 10, nem baj, 11, 12, 13, 14, 18, kész! Hú, haver, ez erős volt! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jó? 1, 2, 3, 4, azt a mindenit! Erős, erős! Ez nem semmi volt, tetszett. Oké, ez volt az első ilyen nagyon ugrálós, és nagyon, hát szokatlan az előzőekhez képest legalábbis. Még egy életpont. Felkészítenek valami nagy kihívásra, úgy érzem. Itt aztán mindenki úgy áll, hogy... Ja, ez a vége. Jó, ez nem volt víz. Kettő láda nem lett meg. Tudod, hogy melyik kettő? Ott hátul. Az egyik az ugrancs, a másik a TNT. Ja, ott kellett volna okosabban játszani. Pedig majdnem tökéletes lett a pálya. Micsoda? Sem nyertem, abban gyökérmódon játszottunk. Micsodán? Azt mondta valaki, hogy kell a pénz neki általa felvásárolt mező miatt. Ja, ez a monopolizás? Addig nem kellett fizetni, szóval sokszor vagy tereltük a másik figyelmét, gyorsan eldobtuk, hogy mentünk tovább. Játékon kívüli üzleteket kötöttünk, valamikor például bizonyos ideig nem kellett fizetni a másiknak, csak azért, hogy éppen nyerésre állót gyengítsük, mert még egy csomó hasonló dolog, bár lehet, hogy másnál is így van. Jó kérdés, hogy hogy játsszák mások a Monopolyt. Reaper Rune. A következő boss. Reaper Rune. Nézzük, hogy... Jaj, ne, ez meg van őrülve. Ez milyen állat? Oh, wait. Csak mi lesz? És ez rádugrik? És a Big TNT-vel mi van? Nem szabad ugyanoda ugrani, ahova ő... Wow! Jó, de hogy ráugrani rá lehet? Nem, úgy látom, hogy nem érhetek nagyon hozzá. És ez veszi le az életpontjainkat. Na jó, mi lenne, ha úgy csinálnám, hogy ráugrok a TNT-re, be lehet ugrani? Hát ez nagyon Bomberman. Na, oda menj te is! Hallod? Honnan tudod, hogy merre fog menni? Nincs semmi indikátor, hogy merre megy. Ez nagyon kaotikus.
mellé ugrasz, azt a... Hát ez lehet, hogy elviszi az életmontjainkat, ez a Pai de Frankon. Wow. Ez nehezebbnek tűnik azért, jócskán. És itt, ha leengeded ezek közül az összeset, akkor mi van? Hogyan tudod megsebezni? Mindig ugyanoda ugrik, nézd csak, középre három szögbe. Lehet, hogy igen. Mellé ugra... Oh. Szerintem ugyanoda ugrik. Értem. Tehát ugyanaz... a minta. Nem ugrik máshová. Gondolom egészen a second phase-ig, ugye? De hülye vagyok, miért nem figyelek oda? A burgonyát kaptam most már, hogy mentsenek a játékkészítők a szituáció, mert béna vagyok. És ide be lehet jönni néha. A csajna, ez nem a jó időzítés, tehát akkor ez alapján meg kell várnod, hogy melyik TNT-re mikor ugor rá, és akkor pont úgy lesz rajta. Igen, szerintem igen. Ez nem megy tovább, ilyenkor. Nem, mert ilyenkor megáll. Aha, tehát itt kellene ráugranod. De ilyenkor el fog érni? Hát majdnem. De nem. Próbáljuk ezt ki így. Nem, nagyon nem ott van, nagyon nem jó helyre van, vagyunk most így beállva. De megint úgy kell hát ez komoly. Big TNT. Ó, beszorultam a... Hú, gyerekek, ez nagyon erős. Hát kösz a burgonyát, de nem érzékelem még annak szükségességét, vagy nem tudom. És háromszor kell megütnünk ráadásul. Na, ez jó volt. Most mintát vált? Igen. Nézzük csak, hogy hogyan ugrál. Most sem jön fel a fenti részre. Aha, jó. A vámos, miért vámos? Jaj, leütötte a cuccosomat. Megvan a kettő, most fog szerintem már fentebb is jönni. Hogy nem ugrottál rá? Jaj, ne! Miért vámos? Levámolja az életeket kegyetlen, ugye? Én is így érzékelem, hogy azért ez itt HC-ám. És ezzel többször is kell majd küzdenem. Ooo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 o
Hát ez most vagy jó lesz, vagy nem. De jó lesz. Oké, ez megvan. És ez itt fog robbanni? Nem mozdul tovább, persze. Oké, bocsánat. Itt lejt a pálya, úgy látom, mint egy kicsit lentebb jönne a karakterünk. Na hát de ezt hogy? Nagyon távol van attól, hogy jól meg lehessen nézni a... amit meg kell. Itt ilyenkor ugrasz rá. Az előbb ez még jó volt, most már nem tudom miért nem az. De második volt a jó? Nem lesz. De elkapta. Jó, ez megvan. Ilyenkor ugrik egyet balra. Majd keresztül. Vissza. Majd oda. Nem jó, mert visszaugrik lentre. A jobb oldal az jobbnak tűnik. Ez hülye ötlet volt. Inkább leugrom én. Szia Spectral, mi a helyzet? Hogy vagy? Ne es, ott mindig leesek, de miért? Aj. Túl fogom én ezt még élni valahogy? Hát ez nagyon kemény. Itt már vagy 10-szer meghaltam. Megvan, megkapta. Balra. Lefele. Jobbra. Túl gyorsan ugrik sajna. Talán a másodiknál. Megnézzük még egyszer. Nem akartam éjfél után nagyobb hala. Szia.
lenézek a chatre, egyből baj van. PS4, igen. Egyből csináltam magamnak a balhét. Pillanat alatt sikerült elrontanom. Lecsúszik a ládáról. Jesszusom, de ultra béna vagyok benne, hallod? Ki gondolta volna? Ez ennyire nehezen fog menni, pedig nem indokolt. Érintsük meg a lábunkkal, hát ha... Jó, megvolt, megkapta, oké. És most át kell mennünk a jobb oldalra, mert szerintem itt a jobb oldal az esélyesebb. Ez az első rész? Igen, igen, a trilógia első része. Jó, szar helyen van, ugye? Mindenképpen szar. Hogy sikerült ezt elintéznem? Megpróbáljuk itt lent akkor. Szerintem ez jó lesz. Nem lett jó, pedig majdnem jó lett, de nem lett jó. És az a baj, hogy ő van rossz helyen teljesen. Keresztbe jön. Ne! Aj, ne! De átestem a boxon! Igen, ez a remasterelt verziója azért néz ki jól. Régen azért ez beesik a vízbe, a vízesés mögé. Régen ez nem így nézett ám ki. Természetesen. Főnix útja. Lehet, persze. Hallod, hogyan? Crash, ne szórakozz már. Hát jobbra nyomod, de igazából valami lehetetlen íven működik. Akkor megjön ide, akkor ugrunk rá. Tökéletes. És ezt most átnyomod. Mindenképpen megszivatod magad, igen. Meg kell várni, amíg ez lemegy. Most keresztül kettőt. Megindul a TNT box. Egy. Nem fogja, át fogja ugrani, az a baj. Nekem itt valamire jobb oldalnak tűnik a megoldás. A Big TNT az csak akkor lenne most jó, hogyha úgy menne már rá eleve. Hát meg itt sem lesz az jó. Azt hiszem látom a megoldást. Hát úgy kellene megjátszani, hogy most lejön. Ráugrasz. De hogy? De hogy? De pedig ez lett volna a jó most szerintem. Ez szörnyű. 9 életem maradt a 26-ból. Csak ráadásul el is rontottam. Akkor megérkezik, olyankor beleugrik. Tehát ez lesz a menete a dolgoknak. Most balra ugrik, és most keresztbe jobbra. Most játszunk egy ilyet, hogy ráugrasz, és mész vissza föl. Nem jó. Az elsőnél még nem lesz ez jó. Lehet, hogy a másodiknál addigra úgy megy át, hogy jó legyen. Na, mindenképpen a jobb oldal tűnik jobbnak itt. Nem elég. Azt a mindenit. Egy ugrás. Két ugrás. Játsszuk meg így. Nem, hamarabb megy el onnan. Eddig a jobb oldal tűnt. Viszont lehet, hogy nem is a jobb oldal, hanem így lentről. Átugrik, és akkor megyünk mi is utána, és utána rá a TNT boxra, és aztán le. Ez fiatal volt, ugye? Igen, meglehetősen elrontottam. Hogy sikerült az előbb elsőre megcsinálni ezt? Egy szerencse volt? Nem elég gyors robbanás itt. Gyorsabban meg kell csinálni a TNT-t. Nem, most meg emiatt nem lesz jó. Elcsúszott a ciklus. Most át sem mehetünk. Ó, édes Istenem. Látjuk, hogy az első hol van, de a másodikat nem látom egyszerűen. Ezt így, amikor itt jön, fogod. Ráugrasz, pont úgy jön mellé, hogy szarul jön ki neki. Felrobban. És akkor ezt úgy meg lehet csinálni, hogy... Nem, megszivatod magad azonnal, az nem jó úgy.
És hogyha így játszod, meg így, akkor leugrik, és akkor felmenj. Aha, jó, értem, értem, tehát középen, amikor lentről indul. És most merre ugrál? Most a négyszögbe megy? Igen. Akkor itt fog megállni mindenképpen. Meg kell várni, amíg még egyet jön. Talán most. Szerintem ez jó lesz. Nem, pont nem jó, de majdnem jó. Mennyi egy periódus idő neki? Ez kevés most. És ha most ugrasz rá. Távol van. És a lentinél. Ne ugorj bele! Jóó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 
egy láda. Na gyere, gyere. A második az jobb középen volt a jó. Hát valahogy így. Ah, ilyenkor könnyű. Ha is ide jössz, és azt mondod, hogy így. Akkor most jó lesz, megcsináltuk. Na, hagyjad már, hogy ilyen egyszerűen megcsinálható. Ez szörnyű volt. Ennél rosszabbul nem mehetett volna. Hát ki kellett számolni az ugrását a ládás hülyesége. Hát elsőre. Végre. Ez nagyon rossz volt, nagyon-nagyon béna voltam benne, bocsánatot kérek. Iszonyatosan béna voltam. Még egy szintet megyünk előre. Aztán innen folytatjuk majd legközelebb a játékot. Nincs valami eldugva? Nincs. Oké. Hogy mehetsz vajon ezeken által? Egyőre még nem látom, hogy ott hogy mész át. Ó, itt már mozgó fal elemek vannak. Hál' Istennek adnak annyi életet, amennyit nem szégyellünk. Hát nagyon is szükséges. Most azok után, hogy mennyit elvesztettem ugye az előző pályán. A második bossnak köszönhetően, ami egyébként még nem is volt indokolt, hogy ennyi... Opszi. Oké, ezek nem voltam felkészülve, hogy itt vonatoznak a rossz fiúk. Ott a lánynak valami bigyulája. Jó, ezeket valószínűleg jobban tenném, hogyha alulról várnám meg, amíg elvonulnak. Jó, oké, siker. Ott van valami fent? De van ám. Volt ott fent valami, amit megütöttünk, csak nem tudjuk, hogy mi az. Nem lehet, hogy a pálya elején most a falból ilyen szimpla fal lett, hogy megütöttünk ott bent valamit. Tehát, hogy vissza kéne vennem a pálya legelejére. De nem, ezek lezuhannak amúgy. Kontextus nélkül, ott van a lánynak valami bigyulája. Igen. Ó, megüt! Hát de megmar! De szörnyű! Még egyszer. Fogunk itt récselni majd, mire megleszünk ennek a játék, vagy ennek a trilógiának a végigjátszásával. Hát lesz itt olyan izé, ide bejövetel. Ez ilyenkor lejön és megesz? De nem akarsz te felmenni, most akarsz. Na, ezek izgalmasnak tűnnek, oké. És oda meg úgy mész rá, hogy ezen így, aha, szerintem látom. Hát, hogy jó periódust elkapsz, akkor szar. Itt maradhatsz ilyenkor? De kicsit necces, de meg lehet. És ilyenkor tudsz lapulni? Nem, nem is kell. Visszamegy, és pont jókor lesz ott. Tökéletes. Hogy most tényleg? Jaj, ne. De olyan szépen felvettem az életet, hogy megküzdöttem már érte. Ott maradt egy alma. Minden izé, de levért megcsicskítunk. Meg én már láttam, Szeris... Micsoda? Fejét vörösödni? Hát biztos, hogy is szégyelte magát itt ott, tehát azért nagyon könnyű ám elrontani. Hát de biztos izé, csilitevet vagy valami ilyesmi inkább, nem?
Jó, és akkor megvárod. Jaj, Crash, nem majom, miért ugrasz le egy hülye almáért? Jaj. 9 életem van, hát mégsem vagyok macska, vagy mégis. 1, 2, 3. Nem szabad elsietni, türelmesnek kell lenni. Kaptunk egy életet, te szemét! Hát ráharapott a paprikára. Rendesen. Nem csodálkozom, nem nehéz azon a játékon. Na és az egész kis denevér kommandó. Hát vége van, így lehet a pontot farmolni, látod? Nézd, úgy adják az almát, mintha nem lenne holnap. Ez a rész. Nézd már, ez az ingyen életfarmolás pályája. Azt a... Rengeteget adnak. Hát... És akkor itt 99 életet kifarmolsz, azt visszaad. Komolyan mondom. Nézd meg, és jön, és már 31. És mennyi van összesen egy ilyen pakban? 15 darab egyben. Most kevesebb volt, nem? Hát ez így nagyon egyszerű. Egy ütemre is nyomatod. 88. Hát ez így elég easy, nem azért. Na mehetünk. 2 élet elegendő most már. Akkor itt buktunk el az imént. Látod ez? Ilyen egyszerű. Még hogyha hozzád érnek, véged van. Ez a kaméleonoid az mit akar? Jaj ne, a csajnak biztos volt ott benn valamilyen. Hogy a kaméleont nem találja el semmi? Azért. Ne! Oké, nem baj. 2 életet kiszedtünk. Burgonya, és mehetünk. Add azt az almán. Gyakorlatilag rájöttem a végtelen élet összeszedési lehetőségére a játékban. Már is, rögtön az első streamen. Adj egy életet, Flash. Ott is van. Szeviszerre biztos nem jött rá. Szeviszerre rájöttél? De őszintén. Jaj, várjál, ott a tetőn van egy élet. Vagy egy maszk, egy burgonya, ott van az árnyéka a falon, látod? Nincs olyan mozgás mechanikák, majd a további részek sokkal izgibbek lesznek. Hát, lehet, hogy amúgy a fapadossága miatt van meg benne a nehézség, tudod. Mert azért mégiscsak... 8 irány mozogsz gyakorlatilag. És akkor most oda okosan kéne bemennem. Mondom okosan, ez az. Ilyen lifikém, jó éjszakát! Köszönöm, hogy itt voltál velünk ma este is. Ez az. És most mehetünk. Checkpoint, végre! Legalább néhány élet kijött. Várjál, rád így lehet felugrani, és akkor oda fel, és... Az hülye ötlet volt. De jó, de professzornak meglett az arca azért. Nem vetném? Köszönöm. Már is megvagyunk. Ez itt egy ritmusjáték. Így. Kérem az életet, köszönöm. Ott balra lesz valami, ami nekünk fontos lehet. Jó. Erre rá kéne ugranom. Hülye ötlet. Hülye ötletek tárháza. Bármikor tudok előkapni. Mi? Visszafordult. Vagy visszafordult. Visszafordított az a vadállat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Így lehet kiszámolni. Őrületes. Mint egy beépített belső óra. Leviszi a fejed? Le. Jobb. Bal. Jobb. Bal. Jobb. Bal. Jobb. Nem lett meg az öreg feje. Jaj. Hát anélkül. Checkpoint már megint. Láttad a nagy denevért? Mit nyomod? És hogyha itt
Bejössz. Aha! Itt van egy titkos pályarész. Az öreg fejét nem találtuk meg sajna. De ott csak nem esel le, nem? Ah, várjál! Jézusom! Mi ez te? Ez normális! Tiaf robot, mi a helyzet? Ez rád fog ugrani, ja hiszem. Ott a majom. Ez a kitaláció, ezt nem is értem. Hogy milyen lendület vitte tovább, mint hogyha a Super Mario-oznék. Nem is értem ezt. Alrighty. Megmaradsz. Szétvered. Ugrasz. Ugrasz. Denevér támadás. Denevér egy. És mehetsz és gyerünk. Ez az is checkpoint. Kicsit itt le akarnak minket lökni, de nem zavar. De zavar. Egy, kettő, így, három, jó, lassan, vagy ne számoljunk, csak menjünk. Ezt szerintem ez úgy van megcsinálva, hogyha mész, akkor mész. Ez az. Visszakaptuk az életet. Sok pálya úgy van szerintem a speedrun miatt, hogy ha mész, akkor menni kell. Vagy érted, lottó ötös. Hála jó Istennek, hogy itt vagy velünk, már régóta vártalak. Szevasz, mi a helyzet? Jó estét kívánok neked. Oké, ez eddig nyerő. Ez ráugrik, nem? De ne, elhajt! De miért hajt el? És miért nem ugrik rá? Valaha piacon voltam, sikerült megnézni PS5-re, God of War, nem tetszik a játék. Na hála jó Istennek, örülök neki, hogyha meghozza a kívánt elvárásokat. Mi mentések mentek amúgy. Az a fenti láda, az nekem nem is kell, köszönöm, viszontlátásra. Éljük túl lesz valahogy. Ez elég kemény volt, nem mondom. Jó. Ott van a csajnak a bónusz pályája már is. Áll a jó Istennek. Hú, na annak az öregnek a feje arra tök kíváncsi, ez 33 boxos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. El sikerült rontanom mindent, ugye? Az egész életem egy hazugság. Fuck me. Ó, lett volna pedig. Na jó, persze, vedd az összes almámat. Bekenem az arcát, ennek is pipamacsokkal. Menjünk be. Na szóval, lássuk még egyszer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleütettem a fentibe. Gyerünk! Haha! Megvagyunk, oké. Itt azért koncentrálni és számolni is kellett, de ez most egyszerűbb volt, mint a kinti rész. Kettő élet, meg még kettő. Nya! És mehetünk tovább. Íj, haver! Éppen, hogy csak ez nagyon rossz ez a mechanika, itt szerintem, legalábbis nem a kedvencem. De miért fordul meg tőle? De mi, megijeszti a Lizard? Vagy mi ez? Várjál, Crash, várjál, haver. Nem tudom elképzelni, hogy ott mi történhet. De nézd meg, hát úgy nézhet, milyen ijesztő, hát én is beszarnék. Na, öljed meg. De ne, várjál már. De hogyha nem löki le amúgy? Jó, le van szarva. És azon hogy mész át? Megvárod, amíg elmegy onnan. Inkább bemész ide szembe. Itt nem is mehetsz által. De hogy ölöd meg azt, ami így? Elvisz, elnyom a távolba, és egy csomó ideig hülyén mozogsz tőle. Ennek mi lesz a megölési módszere? Ez rá kell ugranom, de hát akkor meg... Ez hülye. Én ezt nem értem. Őszintén megmondom, bevallom, nem értem. Rá kell ugrani. Akkor miért nem sikerült most vajon? Ez úgy kellene, hogy így hagyod, hogy lejjebb legyen, és akkor
nem. Tényleg nincs is rá hatással, nézd meg. Jó, most sikerült. A háttal van, akkor ezt meg nem tudom. Jó, jó, nem érdekel. Meg vagyok. Viszlát, szevasztok! Ezért nem tudom, hogy volt kitalálva, de az förtelmes volt az a lény. Ez nagyon rossz volt. Nem érdekel, hogy hány nem lett meg. Van még? Oké. Hát itt 32 hiányzik. Mélyebben voltál, mint ő. A mélységérzés nagyon nehéz a játékban. Aha, igen. Igen. Mert ugye mindig oldalról nézed. Hát kacok, idáig jöttünk a mai epizódban, mert 1 óra 47 perc van, aztán én holnap dolgozni fogok, de a játék egynegyedét teljesítettük ez alatt a rövid idő alatt. Ott van a memory card a régi PS-ből. Fú, ez intenzív volt, azt kell, hogy mondjam. Kemény volt a játék, de szórakoztató. És innentől kezdve csak még nehezebb és nehezebb lesz majd minden alkalommal, amikor leülünk vele játszani. Szerintem megpróbálunk ilyen negyedekben végigmenni belőle. Aztán majd, ahogy esik, úgy puffan. Azt hiszem, hogy letöröltem a játékot. Rossz gombot nyomtam, fuck me, nem baj, leszedem még egyszer. Hogy sikerült? Mi? De nem oda néztem, és a... Szerintem rossz kombináció volt a kezemben. Esküszöm, na, hát akkor majd egyszer még játszunk vele, esküszöm valamikor. Nem tudom, szerintem a PS5-nek valami hülye gombkombinációja ragadhatott bele a kezembe, és amiatt sikerült. Jól láttam, hogy letörölt. Na, srácok, hát ennyi volt akkor a Crash, és soha többé nem veszük elő. Köszi szépen, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra, pihenj egy kicsit. Hát persze, mert azért holnap mégiscsak munka lesz. Na, várjatok még azért, ezt megkeresem, hogy hol vannak ezek a játékok. A Crash az valahol a C betűnél kell, hogy legyen a megvásárolva. Van ilyen, hogy Assassin's Creed Origins, Batman Telltale Series. Milyen játékok vannak itt, menj már. Bioshock Infinite, a Bioshock Collection, azt nagyon várom már. Borderlands-ek a Handsome Collection-je, Bloodborne a legjobb játék, amit valaha csinált az emberi faj. Akkor ezt most még egyszer letöltöm. Munka neked, nekem 3 nap pihi. Hát igen, nekem ez most ilyen lesz októberig, de cserébe azért hozzáadva a letöltések menühöz. Jó, jó, helyes. Jó, de a mentés megmarad, mert a cloudba ment ez a vadállat. Ekkora ökör, hogy lehettem, hát én nem is tudom. Na, és akkor most be tudod zárni ezt a konzolt, vagy melyik gombbal kell? Hogy kell kilépni a place? Ja, hosszan kellett nyomni a PS4-et. Igen, igen, belépés pihenő üzemmódba, köszönöm. Azt a videségit. Na, szóval. Ja, holnap a Tales of Iron című játékot fogjuk befejezni, utána pedig majd a Dead Island 2-t fogjuk folytatni. Holnap után kedden szerintem Yeti Survivor-ozni kell majd, szerdán pedig majd meglátjuk, hogy hova fogjuk. A valószínűnek tartom, hogy a Crash-t a előzmény játéknak tesszük be a Dead Island-hez, tehát hogy ilyen kis chilles kezdés este 8-kor, és akkor utána majd 11-től meg a brutális zombik szétverése fog következni, nagyjából így képzelem el. Tehát hogy hova illesszük be majd a Crash-t, ugye Tales of Iron-hoz. Keresek egy csatornát, ahol átmegyünk raider, és nagyon vigyázzatok közben magatokra, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok, aztán szép hetet kívánok mindenkinek, meg ne felejtsetek el majd fogatmosni sem. Itt van egy Detroit Become Human, az mondjuk nem is néz ki rossznak így estére. Menjünk ide, itt biztos örülni fognak, nincsenek olyan nagyon sokan, úgyhogy mondjuk galériákat nézegetnek? Akkor lehet, hogy már végigjátszották a játékot. Mindegy, menjünk ide. Szóval, ja, holnap Tales of Iron befejezés, úgyhogy gyertek. És jó pihenést kívánok addig is mindenkinek. Sziasztok!